Sziasztok, továbbra is ütöm, eredménytelenül. Utánam szemben a kecsegés kifolyója van ott a beszagadt tuskósor után. Régen híresen jó víz volt. Már ott többször beszakadt fasor. Nagyon jó haltartó hely volt. Most őszinte legyek, mostanában nem fogtam rajta halat, pedig olyan jól néz ki. Pontyot biztos, hogy lehet, mert nagyon szép pontyok forognak. Régen itt a kifolyótól, a Danzugi kifolyóig ezen a parton hívtak a pontyok, mikor pontyhívás volt. Akkor a lubiszkolás volt a part előtt, hogy csoda volt nézni. Rengeteg ilyen vízbe lúgó gyökér volt, meg van is. Kedvelték a pontyok, de harcsák is itt hívtak általában ezen a részen. Nem tudom, hogy ezt a kecsegést miért nevezték kecsegésnek, mert hát mostanában telepítettek kecsegét a Kőrösbe, de én régen sose hallottam, hogy fogott volna valaki itt. Próbálom mozgatni a csalit, mert eddig nem mozgattam, nem is volt kapás, most mozgatom, végig sincs kapás. Most úgy szólván egy helybe állok, eddig a szél egy kicsit tolt. Kilométert fölfele csorogtam a sodrással szembe. Hát a valószínű ott van a kabinos csónaknál az a tökleveles, még oda fölevezek. Úgyhogy ne zavarjam a horgászatába, itt a szélit megpróbálom, megdobálom egy kicsit. Ott elég sekély a víz, ki van szélesedve a Kőrös. A parttól egy olyan 20 méteres sávba, max. 2 méteres. Viszont utána egy hirtelen medertörés, olyan 4 méteres. Tehát 2 métert szakad le a meder. Nagyon jó kis hely. Eskanyarból, hogy jöttem kifelé, a radaron látszott, hogy dupla feneket mutatott. De teljesen élesen, mintha két fenék lett volna az alján. Az állítólag akkor van, mikor kőkemény az alja, és akkor oda-vissza verődik a jel a vízfelszín, meg a fenék közt kétszer. És akkor azt úgy mutassa, hogy két fenék van. Máshol nem. Eddig még egy helyen sem mutatta, de ott a befutó részen, gondolom, hogy beszalad a sodrás. Letakarít mindent, iszapot mindent a fenékről. Lehet, hogy érdemes volna megpróbálni sülőzni ottan. Ilyen szép cikcokba mutassa a csalit, hogy emelgetem. Látszik a radaron? Nem tudom, hogy látszik-e. Ez jó a radar, mert látom körülbelül, hogy hol van a csali. Nem kell méregetni mindig a mélységet se. A horgászoknak való. Szeretem a
kipróbálni ezt az új horgot, hogy hogy akad. Nagyon tetszik a horog kiképzése. Meg a hegye is, tűhegyes. Régen, följebb egy 50 méterre volt egy sziget. Lerakott valami fát, és arra rápakolta az iszapot. Volt, amikor ilyen másfél méterre kilátszott a vízből. Kis szigetecske volt. Ezelőtt 20-30 éve. Télen nem volt érdemes lejönni, de már annyi gerebés volt, hogy normális horgászokat megverték. De most már ennek az új őrizetnek köszönhetően szerencsére, meg hogy raknak ilyen kamerákat ilyen helyekre, télen meg le is van tiltva ez a szakasz, hogy le se lehet jönni pecobottal. Ennek köszönhetően szinte megszűnt teljesen a gerebjézés. Bandák voltak. 30-40-en megszállták a vízpartot, aztán adj neki.